Szalmával kibélelt, megfelelően hőszigetelt kutyaház, rendesen karbantartott itató, meleg élelem. Ezek elengedhetetlen részei a felelős téli állattartásnak. A tartós fagyok beálltával az állatvédők és az állatorvosok is arra intik az érintetteket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak házi kedvenceikre és tegyék meg a szükséges lépéseket. A téli hónapok nem csak az emberek, hanem az állatok szervezetét is fokozottan igénybe veszi, így a tartósan fennálló hideg időjárás esetén kiemelt figyelmet kell fordítanunk a szabadban élő kedvenceinkre. Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője szerint a megfelelő téli állattartás első lépése egy száraz, meleg hely kialakítása. Törvényi és morális kötelességünk is megóvni őket ebben az időszakban is az időjárás viszontagságaitól, ugyanúgy, ahogy a nyáron a kánikulától, ilyenkor a hidegtől. Ezért nagyon fontos, hogy olyan búvóhelyet, házat biztosítsunk számukra, ami a méretüknek megfelelő, megfelelően szigetelt, a belső kialakítása olyan, amiben nem fázik, illetve nem fagy meg a kutya. Egészen a fagyok végéig ajánlott szalmával kibélelni a kutyaházakat, mivel azok a kiváló hőszigetelő és vízelvezető tulajdonságuk révén alkalmasabb fekhelyet nyújtanak az állatoknak. Emellett javasolt az úgynevezett hőfüggöny felszerelése is, hogy az ebb a saját testhőmérsékletével tudja felfűteni a lakhelyét. Schneider Kinga hangsúlyozta, az állattáplálásán is érdemes változtatni ebben az időszakban. Ilyenkor sokkal magasabb energia szükségletük van, és a hidegben egy-egy meleg falat szó szerint életmentő lehet. Úgyhogy ilyenkor azt javasoljuk, hogy még hogyha táppal is etetjük az állatainkat, esetleg egy forró levessel, valami kis melegítéssel tegyük komfortosabbá számukra. A tél folyamán sem hanyagolható el az itató fontossága, melyben a vizet érdemes többször cserélnünk naponta. A szabadban élő állatok mellett pedig a lakásban tartott négylábúakra is ajánlott a szokottnál intenzívebben odafigyelni. Számukra az egyik megoldás a kutyaruha, amely megfelelő alkalmazása esetén számos egészségügyi problémától óvhatja meg az élő lényeket, mondta el Olaszi Krisztián, a Rákosligeti Állatorvosi Rendelőintézet vezetője. Megfázhat kedvencünk, illetve esetleg tüdőgyulladást kaphat, egy immunhiányos, gyenge kutyus pedig más betegségeket is összeszedhet, megkaphat. Azt gondolom, hogy ha odafigyelünk ezekre a dolgokra, a ruhát teszünk rá, ha a ruha vizes lesz, átázik, utána megszárítjuk, és úgy adjuk vissza rá, vagy nem hosszú ideig hagyjuk rajta, illetve hogyha a kutya olat béleljük, akkor nagy probléma nem lesz. Amennyiben valaki az óvintézkedések ellenére remegést, étvágytalanságot vagy a kihűlés egyéb tüneteit észleli házi kedvencén, mielőbb kérje állatorvos a tanácsát.